A szurdok püspöki Bivaj rezervátumban jártunk, ahol a jószágok mintegy 150 hektáron élnek. Itt különleges értéket képviselő magyar őshonos állatok fajta fenntartásával foglalkoznak, hogy közelebb hozzák a mai kor emberét a paraszti kultúrához és értékrendhez. Gyertek, kicsik, gyertek! A Mátra nyugati kapujában elterülő szurdok püspökiben hangzik fel a hívószó, amellyel Szalai Ferenc, a bivajos ember szólítja legelőre az állatait, akik pár perc múlva hatalmas csörtével indulnak el ebédelni. A mátrai bivajrezervátum több száz hektáros legelője, igazi csemege a számukra. Az ide látogatóknak pedig már a megérkezés is életre szóló kalandot ígér. A mátrai bivajrezervátumba való feljutást nem személyautóknak találták ki, így hát a gazdaság vezetője terepjáróval érkezik elénk, és indulhat is a safari, vagyis a szaferi. Az élmény és feri vezetési stílusa is leírhatatlan, ahogyan az elénk táruló fennsík látványa is. Az ott fogadó csendet a bivajok hangja töri meg, akik már éhesen hívják gazdájukat, aki a családi tradíciót élteti tovább az állattartással. A bivajok közel egy évtizede léptek be az életébe. Legelőt kerestem nekik, megfelelő nagyságot, mert 14-15-ben Gyöngyös mellett gazdálkodtam, akkor volt nagyságrendileg egy 20 bivaj. Ez egy, így mondom, hogy egy mentett állomány volt, nem feltétlenül ideális körülmények közül jöttek hozzám. Nagyon hozzám nőttek, és kerestem az alternatívát, hogy ezeket az állatokat hogy tarthatnám meg. A bivajok szurdok püspökiben találtak otthonra, mára már 150-en vannak, és idővel érkeztek még hozzájuk pónik, lovak és közel 100 szamár, akik óriási kíváncsisággal fogadtak minket és a kameránkat is. Megszimatolnak, sőt meg is harabdálnak, de Feri szerint aggodalomra nincs ok, csupán így üdvözölnek. Közben megtudjuk, hogy a bivaj és a szamár is a gazdaság zászlós hajójának számít. Mind a kettőnek különlegesen értékes a teje. A magyar parlagi szamárnak a háziasított állataink közül azt lehet mondani, hogy a legközelebb áll a teje az emberi anyatejhez, illetve hát ugye a kozmetikumok, gyógyászati készítmények is készülnek a szamártejből. Mi a bivajt is és a szamarat is ugye a gasztronómián belül a húsán keresztül próbáljuk népszerűsíteni, mert maga a húsa ezeknek az állatoknak rendkívül értékes. A bivaj húsának magas a fehérje, a vas és a foszfor tartalma, a zsírtartalma viszont rendkívül alacsony. A magyar parlagi szamár pedig Feri szerint a Kárpát-medence legelőinek lazaca, olajos, ízletes, erős vörös húsa van. A gazdaság számos elismerést bezsebelt a termékeivel, ám mielőtt ezekről beszélgetnénk, átsétálunk Bélához, a Gulya vezérhímjéhez és főnökéhez. A közel 10 mázsás Béla szelíd és bármikor kész egy kis dögönyözés. Nem szabad az állatot sorba szorítani. Lelkileg. Őt fizikailag úgyse lehet, de lelkileg nem. Béla megretten a kameránktól, de végül beadja a dereket, és igazi férfihez méltóan örömmel fogadja a masszást. A marhafélék közül egyébként a bivaj a legbarátságosabb, sőt az egyik legintelligensebb fajta. Feri azt meséli, a tehenek olyanok, mint a jó óvónénik, akik terelgetik a legkisebbeket, és megfigyelték, hogy ha egy bivajbocs elveszíti a mamáját, akkor egy másik anya tovább gondozza, szoptatja és fel is neveli. A legelőn igazi harmóniában élnek az állatok, gazdájuk egyik célja pedig az is, hogy a jószágok szeretetét mind többeknek átadják. Részt veszünk óvodák, iskolák beszámolóin, részt veszünk olyan programokon, ahol be tudunk kapcsolódni, és a fiataloknak, a gyerekeknek meg tudjuk mutatni ezt az oldalát is. Ugye a természetnek, illetve a természettel való együtt élésnek, természettel való együtt gazdálkodásnak. A Mátrai Bivajrezervátum egyik missziója a fajta fenntartás mellett az is, hogy az érdeklődőkkel megismertessék az állataik beltartalmi értékben és tápanyagokban gazdag húsát. Termékeikkel számos díjat bezsebeltek már, 2020 őszén elnyerték a Nógrádikum címet, bekerültek a megyei értéktárba, de külföldi sikerekkel is büszkélkedhetnek.
az alapanyag az, ami minden feldolgozott terméknek a lelkét kell, hogy adja. Angliába voltunk egy jelentős gasztronómiai versenyen, és onnan hoztunk el csillagokat, és ami nekünk nagyon jól esett tavaly, hogy az UNESCO-nak ugye a nemzetközi védjegyét elnyerhettük, a GeoFood védjegyet, illetve a tavalyi évre datálódott, mikor a Bükki Nemzeti Parknak is a védjegyét elnyertünk bizonyos termékeinkkel. Feri szerint minden elismerés megtisztelő, de a legfontosabb visszajelzés számukra az állatok elégedett tekintete. A missziójuk pedig, hogy megóvják az ősi magyar kultúra egy szeletét, és növeljék a hazai bivaj állományt. Ahogyan Feri mondja, harmóniában a természettel és Isten segítségével.